Jó estét kívánok, ez a közügyek. Még ma is a választásokkal foglalkozunk, az eredményekkel, a lehetséges kombinációkkal. Itt lesz két megszokott újságíró kollégánk, elemzők, velük vitatjuk majd a műsor legnagyobb részében az előállt helyzetet, és lesz két politikus vendégünk is, Gusztany Andrást és Egeresi Sándort köszöntöm majd hamarosan, kezdünk, tartsanak velünk. Közügyek stúdiójában köszöntöm Gusztany Andrást, a Temerin leköszönő polgármesterét. Jó napot kívánok, köszöntöm Önt nálunk. A VMDP-t képviselve a vendégünk ma a közügyek stúdiójában. Elsőként a temerini önkormányzat, illetve a tartományi egyéni választások eredményét szeretném Önnel megbeszélni. Hogyan látja Temerin jövőjét annak tükrében, hogy az önkormányzati választásokon a legtöbb szavazatot ugye a haladók kapták, őket a Demokrata Párt követi, majd a Szerb Radikális Párt. Tulajdonképpen egy nagyon bonyolult helyzet állt elő, legalább olyan bonyolult, mint legutóbb volt, bár akkor hozzá kell tennem, hogy 4 évvel ezelőtt volt 2 erő, amelynek tényleg erő volt. A Szerb Radikális Párt 11 mandátummal, a Magyar Koalíció 8 mandátummal. Most a legtöbb mandátummal 2 párt rendelkezik, 5-5-tel a Szerb Radikális Párt, illetve a Szerb Haladó Párt, illetve a Demokrata Párt, és akárhogy számolgatjuk, legalább 5 tényezőből kell összeállítani majd a jövendőbeli hatalmi koalíciót, ami a 4 éves tapasztalat alapján nem lesz egy leányálom senkinek sem, és ebben a pillanatban minden nyitva áll. Annyira nyitva áll, hogy Temerinben a választási folyamat még nem fejeződött be. Holnap még egy szavazókörben lesz ismétlés, egy 600-700 fő szavazókörről van szó, és annyira lényeges, hogy még újabb szereplővel bővülhet a temerini politikai szintér. Eddig ugye 10 lista jutott be, míg a 11. listát is be tudják húzni az erősek, hogyha úgy akarják, és abból esetleg a magyar pártok is kár szenvedhetnek, esetleg még veszhetnek is mandátumot. Tehát ebben a pillanatban temerint megjósolni, szerintem az új is azt mondaná, hogy kérdezzen 2, de könnyebben. Ahogy országos szinten is zárt ajtók mögött folynak a koalíciós egyeztetések, a megbeszélések, és hát ebből valami kevés szivárog ki, az ember csak találgatni tud. Arról be tudunk esetleg számolni, hogy milyen téren folynak ezek a koalíciós egyeztetések, milyen irányba. Hát az igazság, hogy Temerinben normális koalíciós egyeztetés még nem történt, ugyanis a Demokrata Párt határozott volt abban az álláspontjában, hogy az elnökválasztás második fordulóig hivatalosan nem tárgyal senkivel sem, ezzel tartották is magukat, de viszont ami reálisnak tűnik, az a jelenlegi koalíciónak a megismétlése valamilyen formában, ugyanis a mostani hatalmi koalíciót alkotó pártoknak 19 mandátumuk van, ugyanannyi, amennyivel befejeztük ezt a mandátumot, tehát hogyha lesz eszünk, ha szabad ilyen keményen fogalmaznom, akkor tudunk ismételni Temerinben. Persze, hogy más kártya leosztásra, a kártyákat megkeverjük és újra osztuk, de ott lehetünk a hatalmi koalícióban. Lehet-e, maradhat-e magyar polgármestere Temerinnek, hogy látja ebben a pillanatban? Ön személyében, vagy más személyében? Ebben a pillanatban ez még nem tűnik nagyon reálisnak, de jelzem, hogy még a választási folyamat sem fejeződött be. Ha a két párt együtt lép fel, akkor a 3+3 az már 6 lesz, bár a politika tudom, hogy nem matematika, itt nem már egyszerűek ezek az alapműveletek, de 6-tal viszont nekünk már komolyabb követeléseik lehetnek, mint bárkinek. Uh-huh. Akkor mi leszünk a legtöbben, és innentől kezdve... Mármint, hogyha a Vajdasági Magyar Szövetség és a Vajdasági Magyar Demokrata Párt önkormányzati szinten, ez csak a nézők kedvéért mondom, hogy értsék a helyzetet. Temerin kapcsán ugye hát a sok betelepítésről hallunk, az ebből fakadó incidensekről hallunk, hogy látja ebben a pillanatban a nemzeti közösségek, köztük kiemelten a magyaroknak a helyzetét. Ugye most haladó lesz a köztársasági elnök, a radikálisok továbbra is erősek Temerinben, milyen irányzatokat válthat ez ki? Félve mondom a jó hírt, hogy Temerinben az idén jelentősebb összetűzés nem történt. Ugye karácsonykor voltak azok a dolgok, amiről itt is beszélgettünk ebben a stúdióban.
Tehát idén nem tudott, és még a választási kampányban sem játszott rá senki, még a szerb pártok körül sem a nemzeti kártyával, kivéve most a tartományi választás második fordulójában, amikor egyértelműen nemzeti szavazás történt. Ez teljesen látszott. Én Temerint, magát Temerint simán megnyertem, és nagyon megnyertem Temerint, viszont a másik három településen, három helyi közösségben labdában nem rúgtam. Egyértelműen nem az ellenfelemre szavaztak, hanem ellenem szavaztak, a magyar ellen szavaztak. Úgy érzi, hogy az ön személy ellen, vagy a magyar ellen? Magyar ellen szavaztak, nem a személyem ellen szavaztak, magyar ellen szavaztak. Ez világosan látszik abból a tényből, hogy ellen jelöltem dr. Szávka Sztratiev, ezerrel több szavazatot kapott, mint Tomislav Nikolic. Azért, hogy annál népszerű legyen, azt már nehéz elképzelni. Tehát mondjuk a két elnök volt a szavazatokon megosztott a 12.000 szavazaton, itt pedig egy jó 2.000-es vereséggel kerültem ki ebből a végül reménytelen küzdelemből. És ellenfele, aki hát végül is bejut egyéniként a tartományi képviselőházba, milyen programot, milyen megoldásokat ígért Temerin javára, hasznára, voltak erről bármilyen megnyilatkozások? Semmit nem ígért, azt mondta, hogy egyetlen célja van neki, az elnyomott nép hangját hallatni és elhelyezni a fiát és a lányát, ezzel a konkrét elhatározással indult el. Őt egyszerűen bevitte a nemzetisége, illetve bevitte a pártja. Az, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, és ezáltal hát a Vajdasági Magyar Szövetség az ön támogatására szólította fel a temerinieket a tartományi választások második körében, és utána ezt követően, vagy szinte egy időben megérkezett Ágoston András VMDP elnöknek a viszont támogatása a VMS-es jelöltek javára, ez jelente valamit a jövőre nézve? Én bízok abban, hogy igen. Temerinben megmutatkozott, hogy nagyon díjazta a magyarság ezt a lépést. Az első fordulóban a VMS és a VMDP együttesen 2400 körüli szavazatot tudott felvonultatni. Most persze ugye ezt nem lehet egyértelműen bizonyítani, de nagyon úgy, hogy legalább 3500 magyar szavazatot kaptam a második fordulóban. Kár. Politikában nem lehet, hogy mi lett volna, ha kár viszony az első fordulóban, de látni, hogy ezt ebben a pillanatban díjazták, és én hiszek abban, hogy tovább tudunk lépni ezen az úton. Folynak már erről valamilyen egyeztetések? Hivatalosak nem. Hivatalos tárgyalások nincsenek, de gondolom, hogy... pártelnöki szinten, vagy az pártelnöksége választmánya fogja majd eldönteni, az önök esetére tudok csak rákérdezni, persze. Vagy pedig helyi szinten Pásztor István a VMS elnöke valamelyik nap úgy fogalmazott, hogy itt szintén a közügyekben, hogy ezt helyi szinten látja megoldandó kérdésnek. Én gondolom, hogy helyi szinten eddig sem volt igazi komoly probléma, és most sem lesz. Végül is mégsem tárgyaltuk még komolyabban VMS-es barátainkkal Temerinben, de ez most napok kérdése, sőt, meg is van már történetlen, azonnal a holnap is után leülünk, és megpróbálunk egy olyan platformot létrehozni, amiből mindkettőnknek, de főleg a temeri magyarságnak haszna lehet. A VMDK közleményéről kérdezném az utolsó egy percben. A VMDK elnöksége május 21-én, azaz tegnap Óbecsén vitatta meg a választások eredményeit, és hát egyrészt a VMS-t okolja a magyarok otthon maradásáért, illetve feltételezett átszavazásokért, valamint a VMDP-t is okolja, úgy fogalmaznak a közleményben, hogy a VMDP által cserben hagyott magyar fordulat koalíció szétesése is okozta ezt a helyzetet, hogy a magyar koalícióból végül is vagyis a magyar fordulatból a VMDP hátrál ki, és ezzel sodorta az egyeztetéseket a mindannyian együtt koalíció felé, amihez szintén nem csatlakoztak. Egy sikertelen, szerencsétlen történet volt ez a magyar fordulat. Én jó magam két egyeztetésén vettem részt. A másodikon már kezdtek úgy felmerülni az igények a képviselőhelyek iránt, és én tartok attól, hogy a vajdasági képviselőházban nem lett volna elég hely, amilyen elegettet fel. Amilyen ambíciók voltak? Amilyen ambíciók voltak, nem ez a 9, hanem sokkal több lett volna igény. Tehát eleve nem lehet itt megígyelni sajnos. Köszönöm, hogy a vendégünk volt. Én köszönöm a lehetőséget.
Vackor és én már nagyok vagyunk. Ősszel az iskolába együtt indulunk, legyél te is az osztálytársunk. Az anyanyelvű oktatás hatékony tudást eredményez. Akkor teszünk jót gyermekünknek, ha magyar tannyelvű osztályba iratjuk. Kedvezményekkel és támogatásokkal segítjük a gyerekeket céljaik elérésében. Biztosítjuk a jövő felé vezető útjukat. Magyarságunk érték, őrizzük meg! Egeresi Sándor Topolya megválasztott tartományi képviselőjét köszöntöm itt a közügyek stúdiójában, és hát a legköszönő tartományi parlamenti elnököt, jelen pillanatban talán ez a legpontosabb megfogalmazás, de rögtön erről kérdezem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, ám én nem köszöntem le, a mandátumom majd lejár, mint elnöknek egy hónapon belül körülbelül. Így van. Hogy látja esélyt, lehet-e magyar parlament elnök a tartományban a továbbiakban, vagy korai erről beszélni? Én azt hiszem korai még erről beszélni, de természetesen minden, mondjam így, játékban van. Bár reálisan tekintve az esélyt lehetséges, hogy magyar parlamenti elnök lesz, de hát a káder kérdések és a káderpolitika az nem az én hatásköröm. Én úgy érzem, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség nevében Pásztor elnök úr fogja egyeztetni ezeket az álláspontokat. Meglátjuk, tehát nem szeretnék előre jósolni és jósodokba bocsátkozni. Ez a tárgyalás a koalíciós megbeszéléseknek a tárgya, illetve függvényeként kell kezelni. Topolyán sikerrel vette az akadályt a második fordulóban is, megválasztott tartományi képviselőként lesz majd jelen a vajdasági parlamentben. Hogy érzi, nehéz meccs volt ez? Hát az igazság az, hogy én mindig visszafogottabb szoktam lenni, és nem nagyon szoktam az érzelmeimet kimutatni. Hát meg kell vallanom őszintén, vasárnap és tegnap is még kimutattam az érzelmeimet, nagyon örülök a győzelemnek. Talán ez a hetedik mandátumom a vajdasági parlamentben, és mind egyéni választókörzetként, tehát Topolya községben nyertem. Mindegyik egy külön élmény volt számomra, mindegy győzelem, mondjam így, de ez volt a legédesebb. Pontosan azért, mert a körülmények egészen mások voltak. Sokkal nehezebb körülmények között kellett kampányolni, sokkal keményebb, alattomosabb, és mi egymás támadásoknak voltunk kitéve. Viszont én nagyon büszke ember vagyok, és nagyon büszke ember vagyok a saját választópolgáraimra, és akkor kihasználom az alkalmat, hogy most élő szóban is, hiszen egy köszönő levelet már elküldtem a polgárok felé, de most élő szóban is elmondanám, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a bizalmat, amit felém a topolyai választópolgárok mutattak, és hát szeretnék eleget tenni annak az elvárásnak, amely miatt ismét parlamenti képviselővé választottam. Az ön ellenfele a Szerbiai Szocialista Párt jelöltje volt. Hogyan látja a május 20-i szavazások eredményeit kiértékelve? Hogyan alakult a szavazatoknak az eloszlása? Tehát ön ellen szavaztak, a Szocialista Pártra szavaztak azok, akik... Én azt hiszem, hogy volt a háttérben a második kör előtt egy, hogy is mondjam, nem nyilvános, de csöndös összefogás ellenem. Meg is kérdezték, ha jót ebben a stúdióban néhány nappal ezelőtt, még a kampány idején, hogy hát fölkeresette valaki a pártok közül, hogy esetleg a második körben a VMS-en kívül természetesen, hogy megtámogat-e. Hát nem történt ilyen, és én azt mondtam, hogy én elsőben választott polgáraimban bízok, és a topolyákban bízok, a községbeli polgárokban, hogy mégis megválasztanak. Volt egyfajta összefogás, ez látszik az eredményből. Tehát a 4400 szavazatos első körben elért különbség, amit elértem az ellenlábosommal szemben, ez 2100 szavazatra csökkent. Tehát látszott, én végigkövettem a választás egységenként a szavazatok arányát, látszott, hogy volt egy összefogás, de nem sikerült. Gusztony András volt az előbb a vendégünk, ő úgy fogalmazott a második körre vonatkozóan, hogy Temerinben a magyar ellen szavaztak. Ön hogy látja, Topolyán a VMS ellen, a magyar ellen? Most a magam példáján keresztül elmondjam, tehát érdekes adatokat találunk. Például Mityunovón egy teljesen szertöbbségű faluban 51 szavazatot szereztem. Vagy például Tomislavciban 21-et. Tehát, hogy is mondjam, Nem lehet logikát felfedezni? Logikát olyan értelemben lehet csak felfedezni, hogy úgy érzem, hogy az összefogás történt
a VMS ellen, illetve a VMS-es képviselőjelölt ellen, ami nem jött be. Tehát a számítás, amit egyesek esetleg elképzeltek, az nem jött be, nagy volt a különbség, a szavazatkülönbség. Egyébként pedig, ha figyelembe veszük az első körnek az eredményeit, ahol 6305 szavazatot kaptam, most viszont 1700-zal, gyakorlatilag 7968, ha jól tudom, tehát több mint 1700 szavazattal kaptam többet az első körhöz viszonyítva, ami meg egy érdekes, érdekes arány. Tehát végül is kár most ezzel foglalkozni, a lényeg az, hogy azt a bizalmat, amit felém a polgárok nyújtottak, hogy ezt ezzel tudjak élni, és természetesen tisztességgel és őszintén képviseljen Topolya község érdekeit a vajdasági parlamentbe, és természetesen Vajdaság autonóm tartomány érdekeit. Lehet-e azt tudni, hogy mikor tartja a tartományi parlament alakuló ülését? Igen, a statútum értelmében kötelességem, mint jelenlegi parlamenti elnök, hogy az alakulást énekem kell összehívni, természetesen a pártok vezetőinek egyeztetése után. Pontosabban, amikor a Vajdasági Választási Bizottság kihirdeti a végeredményeket a tartományi választásokkal kapcsolatban, attól a naptól kezdve 30 napon belül kell összehívnom a parlament ülését. Tehát gyakorlatilag ez nagy valószínűséggel június második fele, vagy július legeleje lesz, hogyha figyelembe veszük a jelenlegi helyzetet. Már az előbb rákérdeztem, most másképp teszem fel a kérdést, hát ha kapunk rá valamilyen választ. Hogyan látja a tartományi parlamenten belül az erőviszonyokat ebben a pillanatban? Függ-e az majd attól, ami Belgrádban eldől? Egyrészt ugye a belgrádi kormány következtében. Azt hiszem, hogy egész más a helyzet Belgrádban is, és már gondolom a kombinációk tekintetében előfordulhatnak komolyabb kombinációk és változások. A tartományi parlament tekintetében ez eléggé világos. Tehát a demokrata pártnak van megközelítőleg a fél, tehát 57 mandátum a vajdasági parlamentben, hogy nem tudom, a szocialista pártnak van 13, a Ligának 10, a VMS-nek 8. Tehát most beszélek arról a koalícióról, ami eddig működött, és hát remélem fog is működni a jövőben. Ez gyakorlatilag a parlamenti többségnek majd kétharmados többségét jelenti. Tehát különösebb változás én nem látok, majd meglátjuk azt, hogy milyen reszorok, tehát a minisztérium titkárságot tekintetében, a parlamentben, hogy milyen tisztségeket, melyik párt, illetve ez a koalíció hogyan fog betölteni, de mondom, ez a jövőnek a kérdése, a közeljövőnek a kérdése. A lényeg az, hogy szerintem komolyabb probléma és feszültség ez körül nem lesz. Megmaradnak-e a magyarok a VMS által vezetett titkárságok számbelileg, területileg? Tudunk ez is erről a tárgyalások témája. Én úgy érzem, hogy Pásztor elnök úr erről majd vezet számot, és még korai arról beszélni, hogy melyik titkárságot, melyik párt, illetve a VMS melyik titkárságot tartja, meg esetleg melyik titkárságokkal fog rendelkezni a következő mandátumban. Kérném, hogy röviden válaszoljon a következő kérdésre. Amennyiben Belgrádban a haladóknak sikerül kormányt alakítaniuk, akkor milyen együttműködést lát, vagy hogyan látja a tartományi parlamentnek a helyzetét? Én azt hiszem, a tartományi parlament egy önálló intézmény, tehát Vajdaság legtekintélyesebb intézménye, és hát bizonyos önállósággal rendelkezik. Ez az első dolog. A másik, együttműködni a szerb parlamenttel és az állami szervekkel mindenféleképpen kell, hiszen együttműködés nélkül nincs fejlődés, együttműködés nélkül nem képzelhető. Tehát eddig sem volt zökkenőmentes, nem a formális együttműködés, nem arra gondolok, hanem például a Vajdaságnak járó részek, a Vajdaság hatáskörei, én attól tartok, stb. Hogy ugye a haladóknak az előretörésével ez az együttműködés nem épp kecsegtett pozitívumokkal. Demokrata párt részvételével jobbra számíthatunk a következő mandátumban? A demokrata párt és a haladó párt, ami a Vajdasághoz való viszonyulást illeti, én olyan óriási különbséget nem látok. Meg gondolom, itt a központi, belgrádi központi kormányzatra, akár egyiket, akár a másikat veszem alapul, mert ugyanolyan nagy problémáink voltak a jelenlegi kormányzattal, ahol a demokrata pártnak abszolút többsége volt gyakorlatilag a kormányon belül, és tartok attól, hogy ez a viszony nem fog javulni a jövőben. Bár ne legyen igazam. Meglátjuk. Köszönöm, hogy a vendégünk volt. Én köszönöm a lehetőséget. Alapozza meg gyermeke biztonságérzetét és jövőjét. Az anyanyelvi környezet a gyermek önbizalmának elengedhetetlen feltétele. Ahol megértik őt.
és ahol ő is megérti környezetét. Járjon magyar óvodába, hogy magyarul hallja a meséket, hogy anyanyelvén énekeljen. Magyarságunk érték, őrizzük meg! Két újságíró, ahogy ígértem, a közügyek stúdiójában, Bajtai Kornélt köszöntöm, a Magyar Szó újságíró szerkesztőjét, szia, és Takács Krisztiánt, a Vajdasági RTV újságíróját, szerkesztőjét, szervusz neked is. Ma megpróbáljuk hát a további bonyodalmakat, helyzeteket elemezgetni, bár én már itt többször megállapítottam, hogy hát olyan sokat nem tudunk, csak találgatásokról tudunk beszélni, és hát a nemzetközi közvélemény által megfogalmazott mondatokat szeretném, hogyha értékelnétek majd és elmondanátok, hogyan látjátok a helyzetet ebben a pillanatban. Mindjárt kezdünk egy bejátszással. Orbán Viktor magyar miniszterelnök levélben gratulált Tomislav Nikolicnak Szerbia köztársasági elnökévé választásának alkalmából, és a magyar miniszterelnök arról biztosította Nikolicot, hogy Szerbia továbbra is számíthat Magyarország támogatására az európai integrációban. Ezt ma Budapesten Németh Zsolt, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára is megerősítette, következik egy interjú vele. A magyar miniszterelnök tegnap Chicagóban úgy nyilatkozott, hogy a szerb és magyar érdekek sok ponton egybeesnek. Éppen ezért arra számít, hogy Magyarország megtalálja majd Tomislav Nikolicjal az együttműködés sikeres hangját és témáit. Németh Zsolt, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára is a további együttműködésben bízik. Új elnöke van Szerbiának. Az elismerésemet szeretném kifejezni a megválasztott elnöknek, és bízunk abban, hogy eredményes és sikeres elnöki periódus előtt áll a Szerbia megválasztott új elnöke. Bízunk abban, hogy az együttműködésünk az elmúlt éveknek megfelelően tovább fejlődik. Nagyon látványos volt az együttműködés a két ország között. Bízunk abban is, hogy az európai integráció útján fog tovább haladni Szerbia, és abban is nagyon bízunk, hogy a Szerbiában élő magyar közösségeknek a szerzett jogai azok nem csorbulnak, hanem ellenkezően tovább fognak bővülni a vajdasági magyar közösségnek a lehetőségei. Tomislav Nikolic a választások után azt ígérte, Szerbia nem tér le az európai integráció útjáról. Az uniós közeledést Magyarország továbbra is segíti. Mindenféleképpen az elkövetkezendő évek legnagyobb kihívása Szerbia számára az, hogy miként tudnak az európai integrációnak az útján tovább haladni. Magyarország számára, mint ahogy az elmúlt években egy kiemelt ügy volt, hogy Horvátországot segítettük, most úgy gondoljuk, hogy Szerbia érdekében Magyarország sokat tehet. Érdekeltek vagyunk ebben mi magunk is, hiszen szomszédok vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy ez a vajdasági magyarságnak is egy alapvető érdeke. Ebben a csatlakozási folyamatban Magyarország Szerbiának partnere kíván lenni, és bízunk abban, hogy egy olyan kormány fog alakulni, mind a köztársaság szintjén, mind pedig a tartomány szintjén, amelyik ezen az úton kíván tovább haladni. Németh Zsolt szerint a szerbiai politikai átrendeződés nem hoz változást a szerb-magyar kapcsolatokban. Magyarország tiszteletben tartja Szerbia polgárainak a döntését, és ennek megfelelően nyitottak vagyunk az új vezetés
mind az elnök, mind a kormány irányában az együttműködésre. Mind az európai integráció, mind a kétoldalú együttműködés, mind pedig a vajdasági magyarság jogainak a tiszteletben tartása területén folyamatosságra számíthatunk. A Vajdasági Magyar Szövetség intenzív kampányt folytatott a választások előtt. Ezt a magyar kormány is segítette. Úgy gondolom, hogy a vajdasági magyarság egészen jól szerepelt. A VMS a legerősebb erőként került ki ebből a választásból. Némileg meg is erősödött, hiszen idáig csak 4 parlamenti képviselőjük volt, és immáron 5 parlamenti képviselőjük lesz, tehát ha ez úgy tetszik, egy 25%-os növekedést is jelent a parlamenti erejét, illetően a vajdasági magyarságnak. Ugyanakkor látható az, hogy tovább lehet haladni az együttműködés a szorosabb összefogás útján, hiszen nagyon sok magyar végül is nem vett részt a választáson, vagy éppen szerb pártra szavazott, sőt olyanok is voltak, akik más magyar pártokra szavaztak. Úgy gondolom, hogy a vajdasági magyarság számára nagyon fontos, hogy megtalálják a közösségen belüli összefogásnak a módozatait. Elsőként arról kérdeznélek benneteket, hogy hogyan látjátok Szerbia és Magyarország együttműködését. Magyarország ugye üdvözölte, elfogadta, pozitívan értékelte Tomislav Nikolić megválasztását. Ezt hozzá kell tenni, ugye, hogy ez valószínűleg nem esik egybe a vajdasági magyarok többségének az akaratával, hiszen Vajdaságban mindenféleképpen Boris Tadić nyerte meg az elnök választást. Én nem látok különösebb elmozdulást. Tehát tulajdonképpen ebben a pillanatban még mindig nincs új a nap alatt, még mindig hajszálnyi lehetősége van annak, hogy ne a demokraták és a szocialisták alakítsanak kormányt. Innentől pedig sokak által indokolatlanul fölfújtnak látom ezt, hogy a politikai fordulatról, vagy Nikolićnak a lépéseiről, Nikolić viszonyulásáról beszélünk. Amennyiben pedig ez a felállás lesz, amit most felvázoltam. Ez pedig azt jelenti, hogy Nikolić egy gyakorlatilag protokolláris tisztséget fog betölteni, ahol, ami tulajdonképpen amellett, hogy számos aknát rejt az ő számára, főleg a balkáni nemzetközi kapcsolatokba, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy Magyarország irányába viszont ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy az ő általa olyan sokat hangoztatott kisebbségek iránti viszonyulása, a magyarság kiemelt helyzete, azok az ajánlatai, amikkel miniszteri tisztségeket ajánlott a VMS-nek. Hát igen, hogy ez most mind remekül kifejezésre juthatnak ebből a pozícióból, de én úgy gondolom, hogy ettől többre nem kell számítani. Az elmúlt 4 évben bizonyosan javult a helyzet a két ország között, előtte se volt rossz, de javult. De viszont lehetett itt hallani Németh Zsolt nyilatkozatában, hogy sokszor használta azt a szót, hogy bízunk benne, bízunk benne, bízunk benne. Lehet, hogy ők se biztosak azért abban, hogy milyen útvonalon fog elindulni Nikolić. Orbán Viktor magyar miniszterelnök ugye arra is hivatkozott, hogy hát személyesen ismeri Nikolićot, váltott már vele szót, tárgyaltak, vagy megbeszéléseket folytattak. Hogyan látjátok ti a két, tehát a szerb államfőnek, illetve a magyar miniszterelnöknek a kapcsolatát, és ez hogyan bonthatja le a vajdasági magyarokra nézve a következményeit? Tulajdonképpen az előbbitől tovább sokkal nem tudok menni, tehát ismerik egymást, váltottak szót, tudjuk, hogy Nikolić volt egy alkalommal Budapesten, én azt hiszem, hogy ez az a bizonyos ismeretség, ettől többről nem hallottam, hát én úgy gondolom, hogy ez a viszony továbbra is egy ilyen biztonságos csapásvonalon haladhat tovább. Gondolom, hogy Orbán miniszterelnök úr álláspontja az a következő időszakban fog kialakulni tulajdonképpen attól függően, hogy Nikolić milyen lépéseket húz is. Hogyan fog nekiindulni ennek a nagy munkának ugye vezetni ezt az országot. Ettől függ szerintem az, hogy utána Orbán az tud-e olyan viszonyt kialakítani vele, mint amilyet mondjuk rá kialakított Boris Tadićcsal. Hogy látjátok a gazdaság terén, mit hozhat ez az új leosztás?
Hát ebben a pillanatban ugye azt tudjuk, hogy az euró árfolyama szökik fölfelé, de ez nem feltétlenül annak az üzenete, hogy Nikolittól riadt volna meg a piac, sokkal inkább a bizonytalanságot vetíti ki. Hát szerintem itt is már többször beszéltünk erről. Én úgy gondolom, hogy a költségvetés borzalmasan rossz helyzetben van. Valuta alapra lesz szükség, reformokra lesz szükség, lehet, hogy valószínűleg nem kerülhetjük el az áfa emelése. Ezek mind olyan dolgok, amiket már tegnapra meg kellett volna lépni. Ehhez képest most egy nagyon hosszú húzavon elé nézünk a kormányalakítás terén, ami csak rontani fog a helyzetén. És a magyar-szerb gazdasági kapcsolatok terén hogy látjátok a közeljövőt, akár úgy, hogy Tomislav Nikolić lesz Szerbia új államfője, akár a leendő kormány együttműködésének tükrében? Nem hiszem, hogy valami kihatása lenne. Szerintem ez az együttműködés ez elindult egy útvonalon, és ez csak is a gazdaság fogja megszabni. Szóval, ha valaminek kihatása lesz rá, akkor az Európai Unión belüli válság esetleg az lehet kihatása rá, de nem fogja az meghatározni, hogy ki fog kormányt alakítani, vagy hogy Tomislav Nikolić a szerbia elnöke. A történelmi megbékélésre kérdeznék még rá, ugye Magyarország és Szerbia között ez egy folyamatban lévő dolog, és hát a két korábbi államfő állapodott meg abban, hogy ez a folyamathoz hozzákezdenek, hogy létrejön az Akadémiai Vegyes Bizottság. Nikolićnak a szerepét ebben hogy látjátok? Mondjuk 44-45 kapcsán milyen álláspontra helyezkedhet Nikolić? Ez egy nagyon érdekes kérdés. És pontosan tudjuk, hogy az, ami közvetlenül érinti őket, tehát őket itt gondolok a szerb többségre, az államalkotókra, itt Koszovó ügyében is elegánsan kikerülték a válasz lehetőségeket. Hát nyilván ő megörökli ezt a helyzetet, van ez a vegyes bizottság, csinálni kell tovább a dolgokat, hát nyilvánvaló, hogy itt a vajdasági magyar politikumnak, a VMS-nek is feladata lesz az, hogy kikényszerítse belőle a választ, kikényszerítse azt, hogy akkor milyen állásponton van, segíti tovább ennek a bizottságnak a munkáját, és hát nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb a haladó pártnak a kisebbségi az ilyen kérdésekben is állást kell foglalnia, és ki kell mondania mondjuk 44-45-tel kapcsolatban is azt, hogy látják, mi történt akkor, ki milyen bűncselekményeket követett el. Ez már ugye a szerb közvéleményben, a szerb médiában is magával gördítette hát az újabbkori incidenseket, eseményeket, gondoljunk csak itt például a tömegsírok feltárására, az újkori jugoszláviai belső háborúkra. Hát ki kell mondani, azért Nikolićnak ehhez nagyon sok köze volt, amikor Sesejjel együtt járta a terepet. Valószínűleg sok mindent tudhat ezzel kapcsolatban. Hát, itt hogy jön köztársasági elnökként ő a képbe? Hogyan viszonyul majd ehhez? Érdekes, tegnap a Horvát Nemzeti TV-n volt egy műsor, ahol tulajdonképpen arra fektették a hangsúlyt, hogy hogyan tud egy olyan személy, mint Tomislav Nikolić, akinek ilyen múltja van, mondjuk elmenni Horvátországba. Amikor Sesej Vajda mellett állt azokban a folyamatokban. Erről beszéltek tegnap, és hát ők is egy nagy kérdőjelet hagytak a beszélgetés végén. A köztársasági elnök az képviseli az országot külföldön, megjelenik, tárgyal, protokoláris feladatokat lát el. Ezt hogy látjátok a jugoszláv utódállamokban? Hát pontosan ezekre az aknákra céloztam ott a beszélgetésünk elején. Hát ő ugye pontosan tudjuk, hogy egyenruhában a jugoszláv néphadsereg önkénteseként ott volt a horvátországi fronton, pontosan tudjuk, hogy ő is a nagyszerbiával kapcsolatos ideológiának a követője volt. Igazából Nenad Csanak volt az, aki már földobta az első ilyen labdát vasárnap éjszaka, amikor arról beszélt, hogy július 11-én az államfőnek illene megjelenni a Srebrenicán. Azt is tudjuk, hogy a radikálisok tagadják, hogy ott népirtásra került sor. Tehát ezek mind olyan dolgok, amikben most kénytelen lesz színt vallani. Hát amikor elmegy Zágrába, amikor elmegy Szarajevóba, már most szerintem, ha lehet, akkor fogadóirodába pénzt lehet letenni, tiltakozások lesznek, tüntetések lesznek, de hát most kell megmutatni azt, hogyha ő valóban megváltozott, hogy megváltozott, fel kell tenni a plépofát, és el kell oda menni. Elképzelhetőnek tartod ezt, hogy a te megfogalmazásod szerint fölteszi a plépofát, és elmegy?
kénytelen lesz megtenni. És itthon azt az ő szavazótábora, vagy a rászavazók, a nemzeti oldal ezt hogyan tudná elfogadni? Ez az a tudathasadásos állapot, amivel neki szembe kell néznie, hogy amellett, hogy ő felvett egy másmilyen arcot, egy másmilyen irányvonalat, a szavazói nem változtak meg, azok ugyanazok az emberek, nagyon jelentős részben azokból a régiókból elmenekült szerbek. Hát nyilvánvaló, hogy itt szavazókat fog veszíteni. És mennyire érzékeny dolog ez, ez abból is látszik, hogy a választás estén Nikolić többek között ott a beszédében azt is mondta, hogy akkor Horvátországba akkor majd el kell mennie. Hát nem hiába mondta volna ezt, tudja ő, hogy már kezdeni kell lassan üzeneteket küldeni. De azt jól mondta Kornél, nincs választás, el kell mennie. Az Európai Unió felé is üzent Nikolić, amikor hát azt mondta, hogy nem kíván letérni vagy eltántorodni az Európai Uniótól. Kérésünkre Súrján László, az Európai Parlament alelnöke elmondta, hogy Brüsszel hogyan vélekedik ezzel kapcsolatban, milyen gondolatok merülnek fel. A telefonos nyilatkozatot most nézhetjük meg együtt. Brüsszelben is bizonyos meglepetést váltott ki az eredmény, hiszen az előjelzésektől eltérő lett a végeredmény, már ami az elnökválasztást illeti. Kialakult részletesebb vélemény még ugyan nincsen, de nagyon veszélyesnek és Szerbia jövője szempontjából aggályosnak tartom azt, hogy számos újságban, nyugati-európai, amerikai újságban a populista jelölt győzött üzenetet fogalmazták meg. Én azt gondolom, hogy ez a megfogalmazás finoman szólva is túlzó, hiszen Nikolić úr bármi is volt a múltja, ezt a kampányt nem populista kampánnyal nyerte meg, vagy ezt a választást nem populista kampánnyal nyerte meg. Ezért rásütni a populista bélyeget nagyon-nagyon helytelen, és ez egy olyan bélyeg, aminek a lemosása nem lesz könnyű. Azt hiszem, a helyes magatartás az, amit az Európai Néppárt témával foglalkozó megbeszélésen is kimondtunk nevezetesen azt, hogy nagyra értékeljük azt az elkötelezettséget, hogy az új elnök tovább akar haladni az Európa felé vezető úton, és várjuk ennek gyakorlati megvalósulását. Tehát egy politikust korábbi párthoz való tartozása alapján, amikor ő markánsan bejelenti, hogy változott, nem helyes. Szerbia jövőjéért aggódó emberek számára egy populista fordulat nyilvánvalóan nagyon rossz lenne, és hosszú időre visszavetné azokat a folyamatokat, amelyek révén a már megszerzett tagjelölti státusból tovább lehetne lépni. Én nagyon remélem, hogy az új elnök valóban folytatni fogja azt a politikát, ami eddig elvezette Szerbiát. Különösképpen nem szerepelt napirenden, hogy nem szoktuk értékelni sem a tagállamok, sem a tagjelöltek vagy szomszédok választását úgy, mint külön napirendi pont, vagy hogy valamilyen fajta hivatalos döntést fogalmaznánk meg. Nyilvánvaló, hogy az udvariassági nyilatkozatoknak is különböző fokozata létezik. Van a nyögvenyelős gratuláció, ami kijár, de nem szívből jön. Én azt hiszem, hogy most sokkal több a remény, a különféle megfogalmazások arról szólnak, hogy reméljük, hogy halad tovább az ország. Ez az, mire a hangsúlyt most fektetni lehet. Ebben a reményben, amelyet Súrján László is megfogalmazott, egyfajta célzás van, utalás arra, hogy hát ezt szeretné az Európai Unió, vagy tényleg csak reménykednek benne? Az Európai Unió
úgy látszik, hogy felsorakozott Nikolić mögé. Úgy gondolom, hogy Súrján Lászlónak ez a nyilatkozata tényleg a hivatalos európai hangulatot tükrözte. Uh-huh. Itt a stúdió beszélgetés előtt Egeresi Sándor pont erről beszélt nekünk, hogy amikor legutóbb volt kint Brüsszelben, ott egészen más volt a hangulat, és határozottan pozitívan viszonyultak Nikolićhoz. Másrészt viszont teljesen érthető, hogy Európa megadja az esélyt Nikolićnak. Ez a szerbiai nyögvenyelős európai integrációs folyamat, ami most már több mint 10 éve tart, és végre eljutottunk a tagjelöltségi státusig. Hát nyilván Brüsszel se szeretné, hogy ez megakadjon. Nagyon örülnek neki, hogy az úgynevezett másik opció is európai irányultságú, és ezt rögtön ki is jelentette már vasárnap este, és hát nyilván megkapja a lehetőséget, hogy akkor tényleg megmutassa, hogy ebbe az irányba kívánja vinni az országot. A lehetőség az megvan. De Európai Unió mögé állt, de pont ugye Súrján úr is befejezte ezt a telefonnyilatkozatot, remény. Uh-huh. Szóval gondolom, hogy ők se azért 100%-osan nem biztosak abban, hogy akkor Nikolić akkor ezt komolyan gondolta, vagy mégsem. Ugye az ember, ahogy jön, megy és hall mindenféle véleményeket, bizonyára ti is nagyon sok forgatókönyvet hallottatok, akár újságíróként, akár magánemberként. Én olyanról is hallottam például, hogy az Európai Unió akár örülhet is ennek a változásnak, éppen annak kapcsán, amit te is mondtál, hogy hány évnek kellett eltelni ahhoz, hogy a demokrata párttal együtt a tagjelölti státusig eljussunk, és ez is olyan nyögvenyelősen ment, és hogy esetleg egy halvány remény lehetett erre vonatkozóan, hogy a tisztára mosdatott Nikolić talán gyorsabban tud közlekedni ezen az úton majd. Ez így van, és erről tényleg nagyon sokszor beszéltünk, hogy pont ez a bizonyítási kényszer miatt ő nagyon sok lépést, mondjuk most már nem aktuális, de biztos vagyok benne, hogy a Hágával kapcsolatos ügyeket is sokkal gyorsabban lerendezte volna. De hát tulajdonképpen itt ismét vissza kell térnünk oda, hogy ebben a pillanatban nekik csak egy elnöki pozíciójuk van, uh-huh. ahonnan olyan túl sok ráhatásuk nincs a hivatalos politikára. De ugyanakkor párhuzamot vonhatunk, mert Horvátországban is a baloldali szociáldemokrata kormány bukása után a Tudjmánféle párt, a HDZ, amikor visszatért a hatalomra, ők voltak azok, akik nagyon határozott léptekkel elrendezték a hágai történetet, és az ő idejükben tette meg a sorsdöntő lépéseket Horvátország is az EU irányába. A munkámmal kapcsolatban máma egy ismert szabadkai közgazdásszal beszélgettem, aki egyébként jó ismerője a politikai viszonyoknak, és ő mondta, hogy rákérdeztem, hogy akkor mit gondol ő, hogy fog alakulni a kormány, ki fogja felállítani a kormányt. Ő azt mondta, hogy ennek már biztos, hogy megvan a rendje, és az Európai Unió már ismeri, már tudja, hogy fog megalakulni a kormány. De különben tényleg hogy látjátok, melyik a legvalószínűbb forgatókönyv? Haladó államfő, demokrata kormányfő. Én ezt igen, és Boris Tadicot lehetett hallani, ugye, illetve Dragan Gyilaszt potenciális kormányfőként. Hát igen, ebben a pillanatban ezt a két opciót emlegetik fővárosi források, azzal, hogy, hogy a legutolsó bejelentések szerint holnap fognak kiállni a kormányfőjelöltjük nevével. De hát azért mondjuk itt el, hogy a demokrata pártból az az ember, aki tényleg megérdemelni ezt a pozíciót, az a tartományi kormányfő lenne, mert miközben a demokrata párt tényleg hasra esett Belgrádba és Belgrádtól délre ezen az elnökválasztáson, Pajtitja pártjának majdnem abszolút többséget szerzett a tartományi parlamentbe. Tehát én úgy gondolom, hogy ő lenne egy megfelelő ember, de hát pont azért, mert vajdasági ember, nem belgrádi ember, nem a belgrádi DP irányzatnak az embere, ezért nem hiszem, hogy ő kormányfő lehet. És akkor mi lesz Ivica Dačićjal? Hát Dačićnak szerintem remekül megfelel ez a funkció, amiben most van. Megelégszik ezzel? Meg fog vele elégedni, mert az előbb beszéltünk a gazdasági problémákról, ezekkel az új kormányfőnek kell megküzdenie, és hát nyilván kényelmesebb neki belügyminiszteri székben ülni, mint a választási ígéreteknek az ellenkezőit megtenni. De arról is olvastam, hogy széteshet akár a szocialisták körüli koalíció. Ez jelent valami veszélyt? Én nem hallottam erről az információról. Tegnap mind a három párt azt erősítette meg, hogy nagyon együtt vannak.
én ezt tudom. Másrészt meg, hogy még egy mondatra visszatérjek a kérdésedre. Dacsics egy türelmes ember, tehát 2000 óta lépésenként tért vissza a hatalomba. Gondolod, szerintem neki van még négy éve, hogy nagykapun jöjjön be, persze. És azt hogyan látjátok, kit kér fel majd Tomislav Nikolicja a kormány alakításra? Elsőként? Hát a haladó pártot. Megpróbálja? Megpróbálja, persze, mert ez a megkövetelt sorrend egyszerűen, ő nem fog ettől elállni. Megpróbálja, aztán lehet, hogy ő már tudja, hogy ebből nem lesz semmi, de azért ezt a sorrendet ezt így végig fogja vezetni. Csak ezzel az a baj, hogy ezzel is az időt fogja húzni, miközben kormány már tegnapra kellett volna, hogy legyen. Tomislav Nikolic első útja nagy valószínűséggel Oroszországba vezet majd. Mi megkértük az MTI moszkvai tudósítóját, hogy foglalja össze röviden azt, hogy Oroszországban most milyen véleményeket lehet hallani Szerbia kapcsán. Ezt most együtt meghallgatjuk, megnézzük, és utána folytatjuk innen a stúdióból. Mindenképpen nagy figyelemmel követték és követik az eredményeket. Moszkvának legalábbis az előzetes vélemények szerint kedvezőek ezek az eredmények, és már tegnap az itteni kormányzó párt, az Egységes Oroszország egyik képviselője bejelentette, hogy Nikolic úr Moszkvába fog utazni, és ma pedig a Kommerszánt tekintélyes napilap közölte ugyanezt belgrádi forrásokra hivatkozva, hogy győzelmét követően az új szerb elnök már is Moszkvába utazik. Itt Moszkvában úgy találják, hogy persze az európai integrációs folyamat nem fog megszakadni, legalábbis ezt várják itt Moszkvában. Szerbiával, mint ahogy ezt többször is emlegetik, kulturális, vallási, nyelvi gyökerek kötik össze Oroszországot, tehát mindenképpen azt szeretnék, hogyha ez a kapcsolat, ami eddig volt, akármilyen hézagokkal esetlegesen, tovább folytatódna. Moszkva nyilván szeretné politikai befolyását, gazdasági befolyását is érvényesíteni Szerbiában, és azt a mai lapokból, illetve a mai sajtó megnyilvánulásokból ki lehet emelni, hogy például a Kommerszánt című napilapból, hogy a Szerbiára, mint amely fontos, tehát kulcs szereplője lesz annak a projektnek, annak a gázvezeték projektnek, amelyet Oroszország valósít meg, tehát a déli áramlat gázvezetéknek. Szerbiára tehát szüksége van az Oroszországnak mindenképpen gazdaságilag is. Politikailag is természetesen szeretné azokat a kapcsolatokat folytatni, amelyek eddig léteztek. Nőhet Oroszország befolyása Szerbiában? Nőhet. És ez jó vagy rossz nekünk? Hát ezt majd az idő fogja megmutatni, de igazából itt elhangzott egy mondat. Oroszországnak jó, hogyha Oroszország befolyása nő. Oroszországnak jó a két ország szoros gazdasági kapcsolata és politikai kapcsolata, csak fordítva sajnos nem így működik, mert azzal, hogy ők úgymond nagyon kiállnak a koszovói ügy mellett, aminek gyakorlatban semmi haszna nincs, ezért ugye a gáztározóktól kezdve nagyon sok mindent már orosz kézre adtunk, tehát itt tulajdonképpen Szerbia hasra esik a nagy orosz testvér előtt. Itt ez történik, és félek tőle, hogy ez attól függetlenül, hogy melyik opció van hatalmon, ez folytatódik. Igen, épp ezt akartam kérdezni, hogy Nikolic mennyit tud ehhez hozzátenni, hiszen már demokrata államfő, illetve kormány mellett is megvolt ez a kettőség Szerbiában, egyrészt Oroszország, másrészt az Európai Unió. Oroszország egy nagy hatalom. Az rendben van, hogy Oroszország jó politikai viszonyokat akar Szerbiával, de viszont itt a gazdaság az egyedüli céljuk. Nekik, ők Szerbiára úgy tekintenek, mint egy lehetőségre, ahol be lehet fektetni, ahol meg lehet forgatni a tőkét. Gyarmatra? Nem fogalmaznák gyarmatra, de és itt szerintem, itt Kornélió mondta, függetlenül attól, hogy ki nyerte volna a választást, hogy Tadics nyerte volna a választásokat, vagy pedig ez a helyzet alakult ki, hogy most van, nem látom én, hogy itt valami nagy különbség lenne. Igaz, hogy most Nikolic azt mondja, hogy Oroszország fia, meg nem tudom már milyen címszalat szerepelt a napilapokban, de nem látok itt. A gazdaság az, ami az egyetlen hajtóerő, ami Moszkvában van, Belgrád felé.
Brüsszel és Moszkva véleménye után kíváncsiak voltunk arra is, hogy Amerikában hogyan vélekednek május 20-át követően. Purger Tibor politikai elemző részletezte az amerikai véleményeket, mutatjuk. A sajtó és a megfigyelők nem mulasztják el részletesen taglalni Nikolics múltját. Beceneve különböző formában az újság címekbe is bekerült. Helyenként Tóma sírásó, másutt valamivel udvariasabb formában temetkezési vállalkozónak nevezik. Elemzők emlékeztetnek arról, hogy a háború alatt Nikolics szélsőségesebb volt, mint maga Milosevic, akinek a kormányában is szolgált, de a harctéren is megfordult. Volt mentorának, Vojislav Sesselynek a háborús felelősségét is mindenki említi. Jó hír viszont, hogy Nikolics ugyan korábban elsősorban az orosz kapcsolatba és támogatásba fektette minden reményét, ám miután az nem vezetett sehová, átállt az európai integrációs pályára. Amerikában kedvezőjelnek tartják, hogy győzelmi beszédében már nem is említette Moszkvát, annak ellenére, hogy éppen Vlagyimir Putyin új régi elnök gratulált neki elsőként. A fordulat egyesek szerint mégis lelassíthatja az euró csatlakozást, a bizalmatlanságot mutatja a dináv gyors megcsúszása, noha a minősítő ügynökségek mai első reakciója semleges maradt. Közvetlenül a választások előtt nem egy jelentős amerikai forrás, gondolom csak Giuliani belgrádi látogatására, el tudta képzelni a haladók győzelmét. Úgy vélték, hogy a nacionalista pedigré megkérdőjelezhetetlen volt, amiatt Nikolics esetleg képes lehet arra, amire az úgynevezett demokratikus oldal nem volt, éppen a koszovói kérdéskör megnyitató rendezésére. Washington alapvető érdeke a térség stabilitása. Ezért olyan kormányt látna szívesen, amelyik azt nem csak, hogy nem ássa újra alá, hanem tevékenyen hozzájárul a megszilárdításához. Ez persze a Koszovóval fennálló viszony erőteljes javítását jelenti. Nem annyira formális elismerésről van szó, mint inkább a legfontosabb kérdések normalizálásáról. A volt tartomány területének visszaszerzésén kívül minden szerb nemzeti érdek megvalósítható, a koszovói szerb kisebbség helyzetének rendezése, valamint a pravoszláv nemzeti egyhelyek védelme is. Szerbiának talán be kell látni azt, amit a demokratizálódó Magyarország 22 évvel ezelőtt még az Antal kormány idején belátott. Hogy tudnék, csak is úgy tudja békés úton újra egyesíteni a szerb nemzet különböző országokban élő részeit, ha mindent megtesz azért, hogy minden nyugat-balkáni állam minél előbb csatlakozzon az EU-hoz, beleértve Koszovót is. Háborús próbálkozásoknak természetesen semmi esélyük nincs. Ezért tulajdonképpen még szerencsés is lehet a parlamenti, valamint a köztársasági elnöki választások kimenetele. Ha a Boris Tadicnak sikerül kormányt alakítania, akkor a köztársasági elnöki poszt tulajdonképpen visszakaphatja eredeti, többnyire ceremoniális rendeltetését. Szerbia így egyrészt megtanulhatja a különböző pártok békés és demokratikus egymás mellett élésének szabályait, ugyanakkor a két párt egymást ellenőrző vetélkedéséből, ha csak piszkos háttérkiegyezésekre nem kerül sor a politikai zsákmány felosztása céljából, még a polgárok is jól jöhetnek ki. Egyrészt gazdaságilag, de különösen az egypárti dominancia és a korrupció potenciális csökkenése folytán. Egyet értetek-e az elemzéssel? Amerika messze van, és Szerbia számára nem csak földrajzi értelemben van messze, hanem sajnos most már két évtizede földrajzilag, és úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas nagy hibája az összes politikai vezetőnek, aki ezt az országot 90-től errefelé irányította. Még attól se idegenkedek, hogy Milosevic és Szerbia sem nem jött volna ilyen rosszul az egész 90-es évekbeli történésből, ha Amerikával sokkal jobb viszonyt tart fenn, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha Nikolics is bölcsen méri fel a helyzetet, akkor Moszkva után ugye mondta, hogy Berlinbe megy, de utána jó lesz, hogyha reméljük, hogy minél előbb időpontot kér Washingtonban is. És Koszovó kérdése is felmerült itt. Hogyan látjátok Koszovó kérdését? Fontos ez számunkra is, hiszen annak üzenetértéke van minden tekintetben, hogy miként kívánják Koszovó helyzetét rendezni. Hát én abban bírok reménykedni, hogy Nikolics úrnak tényleg van megoldás a Koszovóra, mint ahogy mondta, de konkrétumokat nem mondott el a kampány során. Hát az előző jelentésben is én gondolom, hogy jelentésnek a fele az arról szólt, hogy Washingtonban hogyan látják ezt a Koszovó dolgot, hogyan kell megoldani. Hát nem tudom,
Itt arról volt szó, hogy Nikolicsnak lépés elődje van Tadicsa szembe, ami a koszovói ügyet illeti. Nem tudom konkrétan, mire gondoltak, nem tudom mennyire tudja ő, mint ugye úgy mondták, hogy nacionalista, ugye volt, múltú, ugye ez az elnök, hogy ő miért gondolják azt, hogy ő jobban tudja megoldani ezt a koszovói ügyet. Én nem látom. Hát ez a jövő zenéje, megnéztük ugye nemzetközi szintéren, hogy hogyan vélekednek Szerbiáról, hogyan látják a jövőt, és kicsit beszélgettünk a kormányról is. Végére maradt Szabadka, mai hír ugye, hogy június 7-ére összehívták a Városi Képviselőtestület alakuló ülését. Ezzel kapcsolatban is nyilatkozott híradónknak Maglai Jenő, a Vajdasági Magyar Szövetség Szabadka Városi Szervezetének elnöke, mutatjuk és folytatjuk a beszélgetést. Modest Dulic, a DP szabadkai elnöke május 8-án még úgy nyilatkozott, a VMS nélkül is megvan a többségük. A Demokrata Párt szabadkai szervezete most tárgyalásokat kezdeményezne a Vajdasági Magyar Szövetséggel. Maglai Jenő, a VMS szabadkai elnöke értetlenül áll a Demokrata Párt felhívása előtt. Mint mondja, nem tartják kizártnak, hogy a későbbiekben támogassák a Demokrata Pártot helyi szinten, de ahhoz tisztázniuk kell a május 6-ai és 20-ai választások során kialakult nézeteltéréseiket. A Vajdasági Magyar Szövetség biztos, hogy tárgyalni fog is a Demokrata Pártot továbbra is stratégiai partnernak lássa itt szabadkai szinten is, viszont azt is el kell, hogy mondjuk, hogy nem tudunk átmenni azokon a fejleményeken, amik az utolsó két hétben történtek itt Szabadkán. Tehát elsősorban azokon a fejleményeken, hogy május 6-ai választáskon úgy gondoljuk, hogy nem minden a törvénynek összhangban és a szabályokkal összhangban történt, ami a választásokat illeti. Maglai arra a kérdésre, hogy mi a véleménye az előrehozott városi képviselőtestületi ülésről, azt válaszolta, nem érti, hogy a DP-nek miért ennyire sürgős összehívni a testületet. Hogy látjátok, miért ennyire sürgős? Találgatni lehet. Ebben a pillanatban, hogyha az ember kívülállóként nézi, tehát így középen áll, és meghallgatja egyrésztről a VMS-nek a véleményét, a másik részről pedig a Demokrata Párt véleményét, akkor szinte két egymással ellentétes állásponttal szembesül. Amiben itt talán kapaszkodni lehet, az Pásztor Istvánnak a vasárnap éjszakai kijelentése, aki emlékeztetett arra, hogy Boris Tadic, aki most már ugye csak a DP elnöke, ő a kettőjük találkozója alkalmával ígéretet tett, hogy személyesen is szerepet vállal ebben a szabadkai történetben. Sietségnek talán az lehet az oka, hogy a szabadkai demokraták nem akarják megvárni, hogy Tadic ebbe beleavatkozzon. Hát még nem tudom, hogy mennyire sietésről van itt szó. Hát június 7-ig azért mondjuk rá van elég idő, hát addig kikristályosodnak a dolgok, és azután pedig már akkor minden világos, és akkor utána összeállhat az új városi parlament, úgyhogy most nem tudom mennyire, nem láttam én ezt annyira sietésnek, én személyesen. Köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok. Hát Szabadkát majd meglátjuk, mint ahogyan a többit is nem szeretnénk itt most olyan túl messze menő következtetéseket levonni, nem is lehet az újságírók rendelkezésére álló információkból. Azt hiszem, ebben egyet érthetünk így a végén. És akkor mára ez volt a közügyek, holnap is várjuk Önöket természetesen 18 órától, és holnap is lesznek választási témáink, de reméljük már egyebekre is idő marad.